Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket a 9. B-osztály tanulóinak nevében. Először engedjék meg, hogy pár szóval bemutassuk az osztályt. 2015. szeptemberében kezdtük meg tanulmányainkat a Tokaji Gimnázium Biológia általános tankerű osztályában. A 12 fiú és a 11 lány azonban már hamarabb megismerte egymást és az osztályfőnököt, Tóthné Móra Melinda tanárnőt, hiszen a beiratkozás napján már megalakítottuk a titkos Facebook csoportunkat. A golyatáborba már ismerősöként érkeztünk, így nem lepődtük meg az ott elért eredményünkön. Szeptember 1-től azonban még fontosabb emberekkel ismerkedtünk meg, tanárainkkal. Eltelt egy kis idő, mire megtanultuk kezelni őket, és tanítjuk, hogy az elkövetkező 4 év még tartogat pár meglepetést. Jó, engedünk néhány dologban, például szép csendben meghallgatjuk őket, ha mondandójuk van, de egyre, amit kérjük, ne feledjenek. A jó emberi kapcsolatok alapja, tehát az engedékenység kölcsönös. És miben kérünk engedékenységes? Nos, ez legyen a mi meglepetésünk. Ígérjük, van pár ötletünk. Kedves szüleink, testvéreink! Nyugalom, ti sem maradtok is semmi jóból, de ezt a sok jót egyelőre fedje Balladai Homály. Tudjátok, még nagyobb az öröm, ha a kalandok váratlanul érkeznek. Nem szaporítanánk tovább a szót, kezdődjön a 9. B műsora, amelyben szeretnénk felhívni a figyelmet az állatok védelmére. A műsor címe a megfelelő animációs film után irány a bátra. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy míg Noé története a távoli múltban, addig a miénk a távoli jövőben játszódik. Az elbeszélés kizárólag a képzelet szüleménye. Valós személyekkel, helyszínekkel, eseményekkel való bármilyen egyezés csupán a véletlen műve. Jó szórakozást kívánunk! Egyszer volt, hol nem volt, az Operenciás tengeren túl, de az öreg hegyen innen, ahol a kutafarkú malac túrt, volt egy ország. Abban az országban a gyerekek boldogan éltek. Állónap bulisztak, facebookoztak, szóval nem csoda, hogy szépen csendben elbudultak. Az ország tanárai előbb csak tűrték, de egyszer csak elegük lett. Felmentek a fő tanárhoz, és megkérték, találjunk ki valamit, mert ez így nem mehet tovább. A fő tanár előbb 7 nap és 7 éjszaka haladékot kért, hogy gondolkozzon, hiszen ő most hallott először erről a dologról. A 7. nap 7. éjszakája után aztán meghozta a döntést, amit egy gombnyomással el is küldött minden gyerek e-mail címére, hiszen az e-mail cím ott volt a számítógépében. A 7. éjszaka után volt is nagy pittyegés az országban, hiszen érkeztek az e-mailek, amit minden gyerek megnyitott. Már aki meg tudta nyitni, mert aki nem tudta, annak az anyukán nyitotta meg, mert ő még tanulta infóból, hogy is kell ezt csinálni. Ezután az olvasás következett, de itt bizony már a nagymamák tudományát is be kellett vetni. És amit a medik előadtak megszepett unokáiknak, az egy csepet sem volt vicces. A fő tanár bizony elengedte a fantáziáját, ami nem is csoda, hiszen a fő tanár 7 éve, 7 hónapja és 2 napja látott utoljára a gyereket, akkor is fényképen. A gyerek arcát személyiségi jogainak védelme érdekében kitakarták. Csak a bal könyöke és a jobb lábfeje látszott. Igaz, ez utóbbi kissé homályos. És most hallgassátok a fő tanár közleményét. Csak azok menekülnek meg, akik 7 nap alatt, 7 emelszintű, 700%-os érettségi vizsgát tesznek le. Kérdezhetnétek, mit jelent a 700%, hiszen ti csak 100%-ról hallottatok. De ne felejtjétek, történetünk a távoli jövőben játszódik, amikorra az emberek mindent eltöröltek, ami nem volt korszerű. Szegény 100% is így járt. Na de térjünk vissza a közleményhez, ami így folytatódik. Aki ennek a feltételnek maximum 7 perc alatt nem tesz eleget, az zárassékbe egy tanterembe, és csak akkor eresztessék ki, ha képes lesz 7 nap alatt 7 emelt szintű 700%-os érettségi vizsga letételére. Lett is nagy sürgésforgás, legalábbis ezt gondolnátok. Pedig de, hogy a legtöbb gyerek visszamászott az ágyában a csinsbizsgéjébe, és szólt a szüleinek, hogy keltsék fel, amikor be kell vonulni a bizonyos tanteremben. Két tanuló azonban vállalta a megmérettetést, és valóban 7 nap múlva 7 emelt szintű 700%-os érettségi boldog tulajdonosai lettek. Ehhez 77 altanár, 777 alaltanár és 2777 altanár összehangolt munkájára volt szükség. A fő tanár elégedett volt.
A két tanuló, Padai Noé és a barátnője, akinek nem találjuk a nevét, hiába száguldozunk a hipertérben, a következő ajándék boldog tulajdonosa. Építsél egy bárkát, és vigyél magadtal állatokat, mindegyikből egy párat. Hajózzátok végig a tengereket, az óceánokat, utazzatok, élményekkel gazdagodva térjetek vissza. Járjátok be a föld zegély zugát. Menj és keresd elő öregapád bárkáját. Te pedig hívd be az állatokat. Macska, Kovács Regina és Virág Máté. Gólya, Kovács Itté és Szénási András. Majom, Péntes Emese és Bornár Botond. Papagáj, Képes Patricia, Szolvári Kuba és Petró Dominik. Bacsi Éva és Kapás Bence. Oroszlán, Ludas Dorina és Pap Gábor. We will rock you. Sing it.
Az az igazság, hogy ha már indultok valamit, ne hagyjatok itt van a két matek könyvet. Thank you.